Ich bin nicht mehr so stark, 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 ich bin nicht mehr so stark
ez mindjárt más. Tibor, ki kell, hogy kapcsoljam a mobilomat, mert most főkölt gyűrdög, atyaszárad azért, mert 1000 éve nem találkoztunk, és el nem tudom képzelni, hogy mi történik veled az utóbbi időben. Én mit hallom, hogy van egy csantavéri együttesed, de hát szinte ebbe a millióbe te valahogy nem alakulsz be, legalább az én képzeletvilágomba. Azért mert azt mondom, hogy Tölgyesi Tibor, hogyha azt mondom, hogy 7-es fogat, akkor ez azt mondja, azt jelenti a számomra, hogy Szent Tamáson vagyok. De hát most mi csantavéren vagyunk. Hogy bírtad Szent Tamást ott hagyni? Hát a szükség úgy követelt, hogy úgy kellett hagynom. Az élet úgy hozta magával, és ide kerültem be szép csantavéri községbe. Elég jól be is illeszkedtem, és mint ahogy mondtad is az elején, itt is van egy zenekar, a muzsikálok, de ez nem az én zenekarom, én ebbe csatlakoztam, mondom, úgy jött, hogy egyik tagja ennek a zenekarnak, egy Nándor bácsi, aki idősebb szakszofonista volt, és egy sajnálatos módon meghalt, akkor utána engemet bevettek, úgyhogy most én vagyok a Nándor bácsi, a legidősebb tagja a zenekarnak, ezek a többiek mind fiatalabbak. Szintén 5 tagú. Elhagytam Szent Tamás sajnos. Utána, most visszatérek a 7-es fokat, hogy emlékezted az elejébe, még egy ideig a 7-es fokat létezett, tehát 2004 tavaszáig még muzsikálgattunk, de akkor már sajnos egyes tagja zenekarnak lebetegedtek, meg hogy én el is jöttem, és akkor az a távolság is, meg minden úgy hozta, hogy hát és ráadás itt meg kell, hogy említsük, hogy időközben meghalt a Halan Andi bácsi. Igen. Sajnos meghalt a Gyuszi, a Bezek. Meghalt a Gyuszi is. Igen. Úgyhogy... A Dragon, a gitárosunk. A banjós gitáros. A kor véget, tehát az véget nem bír már muzsikálni. Akkor a harmonikás, ugye a Béla, az kint maradt Ausztráliába. Azért nem bír muzsikálni, akkor jött helyett az a Sós Józsi, Feketicsi. Ő is szintén lebetegedett sajnos. Úgyhogy a zenekarnak egyszerűen így lett vége. És akkor muszáj volt valami mást másodnak nézni, és mondom, hogy így hozta a helyzet, hogy itten ebben a csantavéri koktélzenekarban egyik tag szintén elhunyt. Akkor én léptem be helyette, és most ebben az 5 tagú zenekarban muzsikálok, ahol hát úgy mondtad, te mondtad, hogy 7-es fogad meg Szent Tamás, de ez nagyon hasonlít. Kis nyansz különbségek vannak ugyanis. Nézd, én ezzel nem nagyon akarok egyezni, én nem hallottam ezt a csantavéri együttest. Ezért már nem hallottad, azért nem tudod, hogy milyen. Nem az, hanem mondjuk a Sziget Fesztiválon a különböző színpadokon, mondjuk a világzenei színpadon, vagy a Roma sátorban, attól hasonló muzsikát zenének az együttesek. Amikor a hasonló fajta zenekarokról van szó, akkor nagyon komoly zenei körökben mindig emlegetik a 7-es fogatot. Több helyen elhangzott az, hogy a Szent Tamási, a vajdasági 7-es fogat, hogyha ma létezne, könnyen megesetne, hogy ott lehetnének, mint a kubai Buena Vista Sasha Club. Én abban a pillanatban nem is tudtam, hogy hol vagyok. Én sem. Most mondod ezt, hogy meglepő. És aztán kérdeztem, hogy honnan veszed te ezt? Hát az, hogy akár merre megyek a világba, ott ahol a világzenei lemezeket, nagylemezeket, hanghordozókat árulják, ott mindig ott van a 7-es fogat. Ha elmész New Yorkba, ott a 7-es fogat. Ha elmész Londonba, ott a 7-es fogat. Ha elmész Tokióba, ott a 7-es fogat. Akkor én ezt elmondtam a Mile Csirics barátomnak, aki annak idején ezeket a hanghordozókat fölvitelezte a Bukovácsi stúdióban. Ő neki a jelen pillanatban egy óriási stúdiója van Hollandiában. És akkor Milenek ezt mind elmondtam, ott azt mondja, mind csodálkozó. Hát Amsterdamban is azt mondja, én nagyon szívesen járok azokba a boltokba, ott, ahol a virágzenei polcokon ott a 7-es fogat. Most ez akkor, tényleg ott van, vagy csak ez most ilyen... Ezek a hanghordozók tényleg ott vannak, és mivel én voltam a lemezeknek a producere,
mindenki én tőlem kérdi azt, hogy hogyan kerültek ezek a lemezek oda. Hát mondom, nézd, abban az időben szétesett a Nagy Jugoszlávia, meg lehet, hogy valaki Sucsiba megvette ezeket a portékákat az RTB PJP-től. Hát valószínűleg ilyen valami módon. És akkor ilyen módon kerülhetett ez ki, de ugyanezt mondja Boris Kovács is, aki különböző helyeken világszerte muzsikál, de ezt mondja Vince is, az Olá Vince, aki a Zöld Winden Sky-nak a frontembere, hogy ő megfordult, nem tudom, hol voltak utoljára, azt mondja, ott volt a hetes fogad. Tehát... Hát minden esetre valószínűleg, hogy valamilyen jellegzet és még különös, hogy mondjam, hangzása volt neki. Ez valószínűleg, hogy úgy hozta mindegyik zenész magával, és akkor ez egy olyan, mint szokták mondani, szerencsés helyen jó alkalommal összejött ez a 6-7 ember abban az időben, és akkor az, adott az, egy ilyen... találkoztunk, az, hogy a mire is ráérzett az egészre, igen. Az, hogy megértés volt annak idején a PGP részéről is. Na, az is plusz még, hát az hogy sokat ezt jelentett. Ezt már nem lehetne megcsinálni, az, hogy valaki bemenjen 50 vagy 60 órát stúdióba, és egyszerűen valaki ezt már előre kifizeti. Ilyesmi a jelen pillanatban nincs ebbe a világba, de abban az időben hittek nekünk azért, mert nagy példányszámok álltak mögöttünk, úgyhogy belementek abba is, hogy egyszerűen mondjuk az, hogy kreditírozták a zenekarnak a létezését. Hát valójában nem is, majdnem, hogy nem is lehetett jött volna létre, hogyha úgy nem jött volna meg ez a megegyezést rajtad körösszül, hogy praktikusan kreditírozták az egészet, úgyhogy nekünk nem kellett beleadni akkor. Hát aztán már... Hát jól, aztán lehet vonva, meg aztán igen, ez minden... Aztán már könnyű volt, amikor az első nagylemez először ezüstlemez lett, aranylemez, majd platinalemez. Igen. Ezt a platinalemez, ha jól tudom, akkor a Slobo Herc valamikor Szabadkán adta át nektek. Igen, a sportcsarnokban. A sportcsarnokban, azon igen. A hangversenyen. Úgyhogy... Hát sose tudtam még most valószínűleg meg sem fogom tudni, hogy mennyi lett azokban a lemezekből adva, mert akkor hát ment mindenfelé. Addig, amíg én kísértem, akkor az utolsó, mondjuk az első nagylemezből, az valami ott volt, hogy 90 000 darab. Ez hivatalos? Ez hivatalos. Az, hogy mennyit hamisítottak le? Hát azért mondom, mert én azt nagyon sok felé láttam. Az sokkal több. De hát én a jelen pillanat, amíg azt mondom, hogy hetes magad, én csak is a hivatalos adatokra tudok hivatkozni. Én csak is azt tudom, hogy az RTB PGP-be mennyit adtak el. Mert amiután ti megkaptátok az arany vagy az erős lemezeket. És hát meg a honorát. Na de azt akartam csak mondani az előbb, hogy tényleg jártam Magyarországon abban az időben, és nagyon sok felé láttam a szallagokból. De mindjárt láttam, hogy nem originálok, mert szinte a színén látszott a borítéknak mindenek, hogy valami ilyen pirát dolgok. Tehát, hogy abból mennyi elment, az tényleg senki nem tudja. Én azt tudom, hogy mondjuk a videóból is rengeteg elment, az elsőből is, de utána az idén itthon volt a Tamás, meg a Biszák Júli, és mondja, hogy Ausztráliában is rengeteget készítettek maszekok az első zenebona kazettával, utána következett igen, a másik, igen. Meg hát a hetes fogat videóból. Hát igen, ottan plusz még mink vittünk is ki oda anyagot, mert amikor mink voltunk itt Ausztráliában 90-ben, meg 91-ben, akkor mink azt kivittük, azt a videót ott lett árulva, és hát és aztán valószínűleg, hogy az aztán ment kézről kézre, úgyhogy ott az a magyarságnak java részének megvolt. Ezért nagyon meg vagyok én lepődve, én nem is gondoltam, én mindig... De én akkor jöttem rá, amikor először összejöttem egy produkció kapcsán a Félix-szel, és a Félix nekem azt mondta, hogy ő szeretne, mivel tudta, hogy én csináltam ezeket a lemezeket, igen. És rögtön rákérdezett, hogy megvannak-e a matricák, tehát az alapok. Igen. És én mondtam neki, hogy megvan, melyik dal érdekel, azt mondta, hogy a Rámás Csizmán. Tehát a Rámás Csizmára szeretett volna ő improvizálni ezzel a hanggal, amit a Halan Andri produkált. Ő énekelte ezt, és hát ebben volt valami dögös, ami... Valami a saját tossága megvan. Ami nagyon megfogta, és akkor azt mondta, hogy ő ebből szeretne valamit csinálni. Ez a Rámás Csizmán című meg talán szép is lenne. Mert őtőle biztos, hogy az ember csak
az ében mi úthal, úgyhogy... Hát ő járja a világot, és hát akkor... éppen mostan néztem de... a televíziót is, hogy a filmfesztiválon is, hogy megnyerte. Igen. Nem tudom, a filmnek a címét. Na most akkor következhet a Rámás Csizma? Videó. Hogy ne következhet? Hentes magad. Rámás Csizmám, térdig lucskos, nagy futa lejtek a kár. Rámás Csizmám, mégis mindig a lejtek jár. Gyegyendőmet cifrán vartam, szép van a legközepén. Gyegyendőmet mégse neked hagyhatom én. Máshol még téhez, más veszek el én. Rámás Csizmám, térdig lucskos, nagy cifa lejtek a sár. Rámás Csizmám, mégis mindig cifa lejtek a sár. Rámás Csizmám, mégis mindig kifeléltek jár. Gyegyendőmet cifrán vartom, szép van a legközepén. Gyegyendőmet mégse neked vártam az a vén. Máshol, mint éhez, más vezeg el én. Rámás Csizmám, tényleg lucskos, nagy kifeléltek a sár. Rámás Csizmám, míg a létek és sose jár. Máshol, mint éhez, más veszek el én. Rámás Csizmám, tényleg lucskos, nagy kifeléltek a sár. Rámás Csizmám, míg a létek és sose jár. Hát, megboldogult Nándor. Miben halt meg ő? Hát őszintén megmondom, én pontosan nem tudom, de azt hiszem, ilyen szív komplikáció. Volt ő neki már 91-ben egy fejoperáció, valami tumor. Akkor azt mondták, hogy jó induló tumor volt a fején. Azt én amikor visszajöttem Szkópjéval, akkor kerestelek benneteket valamikor 2000-ben, 2001-ben. De már akkor ő beteg volt. Hát tehát, akkor már elég komoly beteg volt, igen. Aztán utána mindenféle baj összejött neki, akkor a szívvel volt probléma, akkor tüde is. Úgyhogy, hát sajnos, de így történt, hogy elég fiatalon meg kellett neki halnia. Aztán utána a Gyuszi. Hát a Millével is az... nagyon, amikor elmentem Hollandiába, akkor Millével is nagyon sűrűn emlegettük, hogy elmentünk egyszer hozzá, és ő készítette ezeket a hordókat. Hát igen. Akkor szakszofonozott egy picit, akkor énekült a hordókba, próbálta a hangot, és a Mille mindig mondta, hogy te nem a Bukovácsi stúdióba kellett volna fölvenni a fölvételt, a lemez, hanem a Nándornak a műhelyébe. Lehet, hogy még a hordók adtak volna, még külön akusztikát, egy telef mindenféle fával, még azok a hordóknak a visszhangja, vagy valami, lehet, még az is lett volna érdekes. De különleges zenekar volt ez a hetes fogat. Hát mondom, hogy valószínűleg ez olyan, hogy hívják. Te, aki benne véletlen. Volt, ezt hogy érzed? Én egyszer normálisnak éreztem. Én nem láttam. Mindig arra törekedtem, meg mindjárt arra, hogy talán hogy mindig jobb lett volna, de sosem voltunk még elégedve magunkkal. Ez gondolom, ez valószínűleg mindenkire így van. De egy másodtól, akiktől hallottunk, meg visszhangokkal jöttek, minden, hogy hát jó zenekar volt. Páne azok az idősebb emberek, akik hát abban az időben mondjuk olyan középkorok voltak, azok sokan még most találkozok, megemlékeznek, de azt mondja, még abban az időben még ott itt muzsikáltak. Most, hogy az a helyzet is más volt, hogy akkor vagy mi volt, vagy tényleg maga a zenekarnak volt valami varázsa, vagy most ezt én sem tudom megmondani, de az biztos, hogy hát autentikusan szerették a zenét, szerették, mondom, temperamentum a zenénk volt, nem, hát tényleg, ha játszott az ember, akkor lehetett táncolni is, lehetett rá mulatni, lehetett mindent. Könnyű volt veletek mondjuk a stúdióba is dolgozni, de utána, amikor emlékszem, most így 15-20 év,
20 év, ugye? 20 év távlatával, amikor a videót készítettük, hogy akkor, amikor azt mondtam, hogy gyerekek, videót kell itt készíteni, akkor mindenkinek volt valami ötlete, úgyhogy ez a videó nagyon gyorsan összeállt. Tehát az, hogy elmentünk abba a villa épületbe, ott Szent Tamás környékén, ott fővettünk néhány számot, akkor meg voltak a saját hülyeségeink. Hát az a... Mit is nyomkodtoltuk atyákat, a szalma bálát, azt a szalma bálát. Még akkor a nagy forróságban, bundába öltöztünk, hogy ilyen kukai és a napra forgó bolond kezemberi. Melyik volt az oda? Fagyban között. Fagyban között, hát tényleg igen, és akkor nagyban virágozott a napra forgóink, meg atyákban, bundába, téli kabátokban föltözve. De hát jó festettetek ti abba az ambientba, hát a fantaszt... Mindve, egybevégve jó is volt, meg érdekes volt, meg hogy hívják, nagyon is olyan szórakoztató volt az egész. Nem volt unalmas. Mert hogyha csak tényleg a zenét úgy végighallgat az ember, akkor lehet, hogy nem annyira mindig érdekes, de amikor nézed is, és akkor még látsz benne valami hülyeséget, akkor utána meg is ragadja az ember. Következik az a hülyeség, következik az a dal, amely ott lett valahol Szent Tamás határában fölvéve. Fagyban közepében a tényleg. Hetes fogat. Fagyban közepében a tényleg, csókért könyörögtön menéged, most már virágos a rég, nem kell szíjad a jég, késő minden is öreg. Első után köpegyek, most már virágos a rég, nem kell szíved az a jég, késő mindenki csöden. Első után köpegyek. Késő mindenki sörel, első után köpönyel. Most már meg a zsíts felé, most már már szeretek én. Késő mindenki sörel, első után köpönyel. Ő volt itt a mennyasszony. Ja, akkor mennyasszony volt, és hát nem avval... De kvázi mennyasszony volt. Hát kvázi mennyasszony, de nem avval került össze, akivel a videón volt, mind mennyasszony is, főleg egy másikkal, és kint van a Németországban. De megharagudtak a Szent Tamásiak, főleg nem is tudom, valaki megharagudott. Meg lehet, hogy az a hölgy, aki iratta ezt a mennyasszony ruhát. De miért? Hogy hát azért, mert lelett az Ildi teperbe ott a... Ja, nem, azért hogy hívják ott, az nem is annyira, hogy hívják ott, Elisa az apja volt meglepődve, az apjának nem merték megmutatni. Mindig, amikor nézték a videót, akkor mindig, amikor oda került volna,
Akkor valahogy mondtak neked, ne nézzen oda. És akkor aztán, hogy... És akkor valahogy észrevett, hogy azt mondja, hogy gyanús neki, hogy most mi... És akkor, amikor megláttak, hogy nem tetszett neked, de valójában az is érdekes volt. A Jóska horgász, jó volt a csősz. Csőszt játszott, hogy emlékszik, és akkor hogy őket, hogy a tilosban megtalálták, és akkor ilyen... Vagy szívják dolgok. De aztán kibékültek, de kibékültek az Ildi meg az édesapja. Hát nem is volt ő köztük. Aha, jó, hát csak egy kis onhatják van. Na, hát biztos kellemetlen. Kellemetlen volt egy pillanat, hogy hát most, mert akkor a szoknya, hogy földobódott, vagy mi volt, és akkor kicsit kilázott. Hát, ugye nem hiszem, ki volt. Na, de nem tudom, azt hiszem, hogy egy kicsit a lába jobban kilázott, de hát az... Hát az akkor egy kicsit meglepő volt. Valamikor eltött kézni, hogy bugyit is viseltek. Igen, valamikor, de valamikor még nem is viseltek. Úgyhogy nincs benne semmi érdekes. És velőben látom a régi boldogságom, szippadom már a szikrából. Kár volt ezt a kisztányos venni, kár volt a szemelyben megezírni. Átadom a szikkám, és én néha ritkán, elszívom a cigarettán. Kár volt ezt a kisztányos venni, kár volt a szemelyben megezírni. Átadom a szikkám, és én néha ritkán, minden este jöjjön ki az állomásra. Jönnek majd ide!
az idén itthon volt a Tamás. Tudom, hallottam, nem találkoztam vele sajnos. Az Árpáddal többször szoktam beszélni a dobosukkal, mert hogy hívják. Különben ott vagyunk tagok, így betagosodva, mint zenészek, hogy legyen az a tag, könyveskénk, vagy kártyánk, vagy hívják. És ott Mózsle. Aktivista, igen, Mózslán az Árpád. Nem elég, hogy hát elálltad az ülő balodat, mostan csanta vélem, most és ezeket a betársultaid ezek a bánátihoz. Betársultatom a bánátihoz. Azért, mert tudod, két jó, mert a bánátiak, ugye Mózsle az ismert. Legismertebb hát, zené. Lehetett képzelni, hogy mennyi zenekar volt valamikor ott Mózsle. Most is ott van. Most is van elég sok, mondom, hogy az Árpádra beszéltem. Valamelyik nap is mondja, hogy most is vannak, hát őnek is van a zenekar, azt hiszem, Télibab vagy? Télibab. És akkor beszélgetünk, mondja, hogy ők is járják ugye világot. A világot. Hát mi jobban ezen a részen megyünk itt a koktéllal, mert ők erre jobban orientálódottak. De most a Tamások kívül itthon volt a Biszák Júli is. Kívülről megkérdeztem, hogy hogyan fogadták azt a videót, amely a hetes fogat doktor úr. A doktor úr, hát igen, jó, mert a Ferenc Jenő. Ferenc Jenő, meg ő. Biszák Júli. Hát azt mondja, hogy mindenkinek nagyon tetszett, és a zenebona a idei újévi műsorába közkívánatra le kellett, hogy játsszuk a doktor urat. Doktor urat. Én vagyok az ismertelő híre, doktor Spitz. Én hozzám jár az egész vicc. Kell ismerten első rangú az én módszerem, hogy egyszerű a gyógyszerem. Először is leveti az beteg a ruhát, én megfogom a pulzusát. Nem szólok egy árva szócskát, meggyógyítom újja kócskát, éppen azért így szól, aki lát. Hogy doktor úr, maga de jó pofa, doktor úr, maga nem szól soha, doktor úr, maga csak simogat, doktor úr, nem láttam én, úgy élje ki finomat, doktor úr, magára spórolok, doktor úr, de csoda jó dolog, doktor úr, a szíve már pati, csak rendeljen öttől fél hatig. Feljött egy láns, megkérdeztem, mit rendelhetek, így szólt a nő, hogy ő beteg. Sírva mondta, hogy a baj a rémsúlyos dolog. Szegényke fél, hogy fájni fog. Feküdjön a műtőszínbe szépen kicsikém. Legyen nyugodt, ezt mondtam én. A nő hallgatott a szóra, alig telt el, így egy óra már nevetve énekelt felém. Doktor úr, maga de jó papa. Doktor úr, maga nem szól soha. Doktor úr, maga csak simogat. Doktor úr, nem álltam én, lények így finomat. Doktor úr, magára spórolok. Doktor úr, a csuda jó dolog. Doktor úr, a szívem már patik, csak rendeljen öttől fél hatig. Én betegről s konstatáltam, hogy olyan beteg, amelyhez én nem értetek. Épp ezért már doktor hívtam, aki megjelent. Szomér legyőtt, oda bement. A kocsoknál hallgatózva a hideg kilált. Nénnel mi van, ez érdekel. Borzatóan meglepődtem, mit is csinálhatnak énben, mert a nő mindig a énekel. Hogy doktor úr, maga de jó pofa. Doktor úr, maga nem szól soha. Doktor úr, maga csak simogat. Doktor úr, nem láttam én, hogy írják így finomat. Doktor úr, magára spórolok. Doktor úr, a csoda jó dolog. Doktor úr, a szíve már patik, csak rendeljen öttől fél hatig. Júli van, én az Júli soha többet nem láttam, akkor láttam utoljára, csak így televízióban láttam meg. Még voltunk itt Ausztráliában, még emlékeztem is többször, hogy hát találkozunk vele, de nem. Azóta ti nem is jártotok arra felé. Már gondolt Ausztráliába? Ausztráliába. Nem.
90... Bélával tartod a kapcsolatot? Paska Bélával? Hogyne. Főtalálta magát? Biztos, mert nem jött még haza. Már mindig mondogatom neki, hogy Bélával... De még kereskedő is volt. Másodállásban. Az volt. Vagy főállásban. Főállásban kereskedő, másodállásban zenész. Most ott kint dolgozik, öt szívek. Pontosan nem tudom, hogy mit csinál, de dolgmunkaviszonyban van. Hát, hogy kereskedő mindig főtalálja magát. Igen. Úgyhogy jó van. Meg tudom talán nyelvet is biztosan, mert muszáj meg. Le is vizsgálod, ami legérdekesebb itthon. 40 éves koráig nem volt képes levizsgálni autóra, ott kint Ausztrál levizsgálod. Pedig még a nyelvet se tudta, ez érdekes. De hát ott ráhajtsa kényszerűen, ott nem lehet egyik saraktól másik gyalogatni, akkor minden 100 kilométerekben. Most azon gondolkozok, hogy a Gyuszi ezt megint megbadogott, ő ismerte jól a Ferencit. Emlékszem, hogy még mondott is egy nevet, hogy hívták egymást, mert a Ferenci, ő kémisöpő, mi volt ő valamikor? Valami ilyesmi. A Gyula meg ott volt, ő még box volt, amit csinált úgy régen. Nem tudom, hogy jöttek össze, és mikor ott nem látták ők egymást, fene tudja meddig, és akkor, amikor volt ez a fölültelés, akkor Gyuszi azt mondja, hogy én ismerem a Ferencit, és akkor mondott egy nevet, azt hiszem PG's vagy ilyen valami. Uh-huh. Nem tudom, most már lehet, hogy nem jelentettem ki, és arra megfordult. És akkor ismerték még egymást, hogy hát te vagy az, nem tudom, hány, melyik 40-valahány, vagy nem tudom, mikor találkoztak utoljára, és hogy szívek. Most eszembe jutott erre a Gyuszíról, hogy minden elmúlik, és aztán amikor egyszer összetalálkozik az ember, hogy milyen jó érzi magát. Ezért Bélának is mindig mondogattam, hogy most már ideje volna, hogy vegy egy jegyet, hát nem csak ide, hát bár oda-vissza jegy repülőre jöjjön haza, de valahogy mindig elhogy szívek hozzá. Majd most ezért, most nem. Hát nézd, Zacsi, meg az idén összejött a szivárvány, meg lehet, hogy... Hát csak az, hogy meg mi nem kínánk ma összejönni. Jövőre összejön a hetes fogad. Hát, jaj, de jó lenne, de nem. De hát azt a csoportot még egyszer nem lehet. Tehát nem létezik hetes fogad a Gyuszi nélkül, nem létezik a hetes fogad a Nándor nélkül. Ti néha a vokalokon össze szoktatok ti veszni a Bélával? A Béla is szeretett volna mondjuk énekelni ezeket a lemezeken. Hát énekelt is egy párat, én most nem tudom melyiket, de énekelt egy párat. Hát az első lemezén énekelt többet. Nem, egy párat énekelt. Ez úgy meg volt, akkor beszélve, hogy énekel egyik, énekel a másiknek a harmadik, hogy ne legyen, hogy most csak mi lehet. Egynek se nincs, van nem tudom milyen hangja, hogy most direkt egy emberre építsék az egészet. Úgyhogy... De Nandinak meg volt az ő saját stílusa, meg jó hangja is volt, meg én nekem tetszett is meg az a muzsikája is. De egyes dolgokról nem felelt meg, mert azokat az ilyen gyorsabb számokat nem, valahogy jönnék, az nem vágott be. De az lassú számokat meg jó énekelte. Hát de volt egy szám, amiről híres volt, tehát az első, amire Félix főfigyelt. Rámás Csizma? Rámás Csizma, a másik pedig az a híres szám volt, amikor ő elővette a cigit, és azt mondta, hogy nádból van a szipkám. Ja, nádból van a szipkám, tényleg igen. Az, te már jobban emlékszel a atyákra, a számokra, mint én. Hát több, mint valószínűleg azért, mert én akkor abba hagytam. Mi meg folytattuk. Ti pedig folytattátok tovább. Én abból a világból valamikor a 90-es évek, 93-ban vagy 94-ben én azt mondtam, hogy most ebből elég legyen. És akkor elég is lett az én részemről. De aztán, amikor visszajöttem Szkópjából, és megalakítottam 2-3 televíziót Újvidéken, igaz, hogy most a jelen pillanatban mással foglalkozott, de megjelent a Mozaik Televízió, és itt egy Góbor Zoltán nevű úriember, és azt mondta, hogy ő nagyon szeretné, hogy a Mozaik Televízióban újból legyen egy zenemola. És nagyon akkor jó műsorok pedig és akkor abban az időben, de én új produkciókkal nem tudok foglalkozni, csak is azokkal az emberekkel, akikkel én valamikor foglalkoztam. De aztán, amikor az egészet a papírra vetettem, akkor láttam, hogy mögöttem 33 nagylemez áll. Tehát én tudok kivel foglalkozni, azért, mert nekem még mindig megvannak a saját embereim, meg megvannak ezek a sztorik, amiket még nem meséltünk el. És azt gondolom, hogy... Sok dolog nincs még elmesélve, biztosan. Nagyon sok. Meg az ember el is felejt már sok mindent. Hát, hogyha az ember összül beszélget, akkor eszébe jut. Meg hogyha pláne valaki még valamit úgy meg is említ, akkor beugrik az embernek, hogy bekattan hát, valami sztori. Na most térjünk vissza
Az utolsó felvételezésünkre azt gondolom, hogy ez az 1991-es című videó volt. Ennek a felvételei... Temerinbe volt, Temerinbe készítettek. Temerinbe, az ifjúsági otthonba. És azt gondolom, hogy ott ti tudtátok a legjobb hangulatot teremteni. Ti meg az Inci. Meg lehet, hogy mivel amplifikált muzsikát játszott a Szivárvány, meg a többi együttes, azt mi előfölvételeztük, és akkor már társaság elég éhes is volt, és megérkezett közben a kaja is. Na hát az még persze, hogy közben. És azt gondolom, hogy ti, az Inci és a doroszlói veteránok, ti csináltátok azon a videón, azon az újévi műsoron a legjobb hangulatot. Hát azt a közönség tudnám megmondani. Nekem tetszett úgy komplettben a videó, meg az is érdekes benne, hogy van ilyen zene is, van ott azt hiszem 3+2 is. Abban nem volt, akkor ők Ausztráliában voltak. Tehát akkor meg a Szivárványt, az Incire emlékszek. Sógor is ott volt? Sogor, az se volt, azt hiszem. Sogor először volt ott, amikor ott voltunk az Újvidéken. Igen, meg a Csíszár volt ott, még abban az időben emlékszek. Hát, hogyha itt lennének a videók, akkor... Hát most már én nekem is csak úgy hamarosan, meg lehet összekeverik valami, de arra emlékszek, a Sogorra biztos emlékszek. Hogy hívják, hogy egyszer találkoztunk vele, de egyszer még valamit csináltunk, ahogy hívják, a Putnik hotelban is, vagy nem, vagy melyikben volt? Vagy a Parkszálló. Vagy Parkszállóban. Park ott arra emlékszem, pozitív, ott volt a Sogor. Igen. Az azt gondolom a második volt. Az már azt gondolom, hogy 88-ban volt. Az nem tudom, hogy... pontosan 20 éve ezelőtt. Az nem tudom, hogy már miből kifolyólag, hogy milyen alkalommal csinálva, csak tudom, hogy ővel is találkoztunk. Ott akkor hát ők abban az időben a menés zenekar volt a Sogorok is. Sajnos ők elég gyorsan abba hagyták, nem tudom miért. Hát kitölt a háború, mindenki abban az időben van. Az Incé még mindig muzsikálgat, vagy sok muzsikálgat, énekelget. Sőt, mi többé mentem is. Egyszer, igaz, egyszer voltam. Sőt, mi több elküldte az Ince a legutóbbi hanghordozóját, és azt gondolom, hogyha előveszem ezeket a zenekarokat, amelyeket én az utóbbi időben hallgattam, hogy az Incinek az utolsó lemeze szól legjobban. Sajnos azt gondolom, hogy ez még nincs árukba bocsájtva. Az Árpi fia, tehát az ügyvéd Árpi, a Nonstopba énekült abban az időben az Inci és a Nonstopba. Annak a fia hangszerelte ezeket, és ilyen jazz stílusban az egész megcsinálva, ilyen kicsit vajakondíjoszos, meg minden, úgyhogy azt gondolom, hogy még várnak valakit, valami nagynevű szaxofonost, aki ráfúj, és akkor azt mondják, hogy ez az. És akkor én azt mondom, hogy ez Vajdaság legjobb lemeze ebben fazonban. Nem hallottam ezt, nem tudom, én már igen, mert szóval úgy hébe-obba találkozok az Incével, még amíg egy pár szót beszélgetünk, nem tudtam, hogy most mit készít. Tudom, hogy járt vendégszereplőket, mint a Ignáccal is, meg több zenekar. Hát nincs neki állandó zenekar. Nincs neki állandó zenekar. Mondom, volt egy időben az is, hogy majd itt nekem által ember lakik egy szint is, hogy majd mi ketten próbálkozunk, de hát az nem vált úgy be. Egyszer voltunk Zentán muzsikálni, vagy még muzsikáltunk énekelt, aztán hetes is. Motoromra kis angyalom, olcsó és nem ráz. Éjjél a motoromra kis angyalom, olcsó és nem ráz. Látál már kis angyalom, milyen csodás, elő van a kipufogó, hátul meg a gáz. Éjjél a motoromra kis angyalom, olcsó és nem ráz. Látál már kis angyalom, milyen csodás, elő van a kipufogó, hátul meg a gáz. Él a motoromra kis angyalom, olcsó és nem ráz. Ha
ahol meg a más. Üljél a motoromra, kis angyalom, olcsó és nem rá. Láttál-e már, kis angyalom, milyen csoda, hogy elül az anyósom, hátom meg a más. Üljél a motoromra, kis angyalom, olcsó és nem rá. Hogy még áll a világ kilukott, a bársony nadrág kilukott, és nagy a nőd a luk rajta. Gyere Lózsán, gyere Eszti, egy takaros polka tenni, hogy ne nyűjjön nagyobbra a luk rajta. Egy gombolyag sárga térnak, Eszti ki nem vagy te préda. Annyit szapajtasz le róla, amennyi kell majd a pótra. Egy gombolyag sárga térnak, Eszti ki nem vagy te préda. Annyit szakajtasz le rólam, amennyi kell majd a pótra. Annyit szakajtasz le rólam, amennyi kell majd a pótra. Egy gombolyagsága célom, ezt igény nem vagy te préda. Annyit szakajtasz le rólam, amennyi kell majd a pótra. Azt a máron szögedre, dombás a kezele, az angyalát. Elhagyta őt a babája, a jócsa, mint Isten, de furcsa, az angyalát. Elhitta a subáját, egy fillérig a gubáját. Megy a jóház, azt a máron szögedre, de dombás a kezele, az angyalát. Elhitta a subáját, egy fillérig a gubáját. Megy a juhász a szamára segedre, de pompás a kezdre az angyalát.
kaplunk zene van a vizán. De szép gyöngyör haja van, de szép gyöngyör haja van a babán. Gyöngyör haját számra épül a szép, látod a vanseje haj, látod a babán, nem igazán szeret. Ezek a nagy fölvételek, vagy nagy hangversenyek közül melyik tűnt neked legjobban, hogy mondjuk a legjobb volt? Mondjuk a Szabadkán volt kétszer-háromszor, akkor voltak ezek a temerini bulik új évre, amit készítettünk, akkor az Újvidék és televízió stúdiójával, ott is egy jó hangulat összejött. Kezdetben nem volt meg a hangulat, de aztán, amikor épp a hetes fogat zenekar tagjainak köszönve valahonnan előkerültek a bütykosok is, és aztán valami dugipálinkát ott előhoztak, és aztán amikor már ti kezdtetek muzsikálni, akkor mindig jó volt a hangulat. Az nagyon, nekem az nagyon emlékezetes, az az Újvidéki stúdióban jól csinálva. Akkor én nem tudom, hogy az nekem úgy be is vésődött az agyamba, mindig meg is maradt, hogy olyan nagyon jó homogén társaság is volt, még tényleg elejében kicsit úgy tűnt, hogy mindenki tart egyik a másikat, tehát végül is senkit majdnem nem ismert. Tehát minden zenekar ugye csak akkor látta majdnem először egymást, úgyhogy, de elég gyorsan össze is barátkozott ott mindenkivel. Még tényleg nekem tetszett a hangulat nagyon. Meg a Temerin is. Most ez a szabadkai koncert, tudod, említetted, hát az egész más volt azért, mert ott hatalmas nagy közönség előtt volt az egész. Habár ott is a végül, mikor az ember muzsikált, akkor lehetett látni, hogy először úgy majdnem ült mindenki a helyén, aztán lassanként szállingoztak le a parkettre, és egyszer csak azt látta az ember, hogy mindenki lent van. És akkor sokkal könnyebb muzsikálni is. Az a legborzasztóbb, amikor az ember elkezd muzsikálni, és mindig úgy néz rád. És nem a közönség tudod, valahol nagyon távol. És távol van, és akkor még rád jön a világítás, és akkor te semmit nem látsz majdnem. Hanem csak úgy, hogy az ember lecsapja a fejét, akkor úgy valamit úgy pásztázik, és valamit lát, és akkor látod, hogy mindenki ül, és akkor úgy néz, és akkor most nem tudom, most várnak valamit, vagy nem jó csinálod, vagy nincs hangulat, vagy nem tudom, mi az oka neki. Az olyan
olyan visszatartó a zenészek számára, és aztán, amikor még kezdnek mozogni, kezdnek táncolni, akkor szinte te is szabadulsz föl, és akkor az egyik a másikat gerjeszti, aztán már a vendég csinálja a zenésznek a kedvet, a zenész meg a vendégnek, ez egy ilyen, hogy hívják, közös hatás egyik a másikra. Jártunk még így, hogy most ezt említsem, Ausztráliában, amikor kint voltunk, és Adelaide-be elmentünk muzsikálni, ott így volt, hogy elkezdtünk muzsikálni, és egy 20 percig, vagy talán még fél óra is, mindenki ült. Tele volt a terem, ez bálnak volt nevezve, és mindenki ült, és mint a koncerttől itt. Most szinte kezdtünk már, hogy hívják, hogy idegesek lenni, hogy most mi van, mi nem jó valami, vagy... És akkor aztán már vége felé, mikor már mindenki főszólaltak, és beszélgettünk, akkor kérdeztük, hogy miért volt ez? Hát úgy kíváncsiak voltak ránk még minden, és akkor nem akartak felállni, urán, ezt mindenkit nem akartak nézni, megfigyelni, és aztán amikor, hogy hívják, felszabadult a nép, akkor egészen más volt a hangulat, még nekünk is sokkal könnyebb volt. Elébe úgy elkezdünk mosolyogni, aztán úgy lement az arcunkról a mosoly, aztán nem tudtuk mit csinálni, akkor na, egy valaki föl kell táncolni, akkor na, hál' Istennek már valaki táncol, mert majd most már könnyebb lesz, már amikor ketten voltak, na most már jobb, és aztán ez mindig így jött egyik a másikkel. Úgyhogy ez tényleg a vendég nélkül, közönség nélkül nem a muzsika sem nem olyan. Olyan kék a zsugod a lánybirében, János bácsi vigyázzon a szabára, ha
ilyen most ki az igazi pálya. Ez az új zenekarra ilyen terveitek nincsenek, hogy mondjuk Ausztrália, Kanada, Svédország, vagy most miben gondolkodnak ezek az új zenekarok? Hallod, erről nem is volt szó, én nem tudom, valahogy ez annyira lecsengett ez a téma mindenfelé, én nem tudom, hogy miért, de föl sem. Igen, a napokon főhívott a Tamás, és azt mondja, hogy nézd, most volt egy szivárvány fesztivál Melbourne-ben, ott, ahol különböző ének együttesek, akik magyarul énekelnek, egy-egy szivárvány számot adtak elő, ugye folyik az élet. Azt nem tudom, én Bélával szoktam beszélgetni, mert ővel is. Ő hol van? Béla Melbourne-ben van. Melbourne. De hát a Tamás ott van. Igen. És egy pár szóint azt mondom, hogy voltak is együtt. Léptek föl. Uh-huh. Csak ahogy én hallottam, úgy nem. Valami. És a Bélának ott együttesed is? Hát van, ő nem? Is, főleg így egymaga jár, meg egy fiatal csával, meg aztán a Veje is most valamelyik a feleségének, valamelyik lány, a mostani feleségének egyik lányának a Veje-vel is muzsikál, úgyhogy ketten muzsikál, meg ő maga, meg így. Meg volt, azt hiszem így mentek a Tamáshoz, hogy a Tamás énekelt, ők meg muzsikáltak. De nem túl sokszor, meg azt hiszem, hogy nem is volt valami nagyon virágos a kapcsolatom neki, mert vagy hallottam, bár nem tudom, hogy nem nagyon jöttek ki. Hát mindenkinek van egy saját valami elképzelés, és akkor nehéz azt úgy összehozni, mert a Tamás ő nagyon jó énekes, meg minden, ő másképp is én, másképp énekel. Inkább showman, tudod, mint én. Igen, még másképp énekel, és akkor ezt a fajta zenét, amit mind muzsikáltak, ő neki, az nem is annyira, hogy hívják feküdt szerintem, mert ők másképp muzsikáltak, ők másképp muzsikáltak. És az ő nekik nagyon jól ment, meg ő nekem tetszett is mindig, még sok, hát mindenkinek tetszett végül is az ő stílusuk, meg de hát ők úgy, hogy voltak, úgy jók voltak. De majd, ha mással áll össze, Tamás is, már szerintem nem olyan. Mert próbálja valószínűleg rá erőszakolni, arra van sik valakinekkor is azt, amit ő visz magával. De most mondjuk a Tamásnak van két fia, és a fiaival együtt. Hát nagyon jól akkor benne a génekben, benne volt már. Ez a zenekar, ez nagyon jól működik. Az igen. Te, Tibi, hogyha azt mondom, hogy Tibor, Tölgyesi, akkor nekem mindig egy kép jön be, méghozzá akkor, amikor fölvettük az Én anyámnak nincsen anyája című zeneszámot. Ez valamennyire annyira megfogott, hogy 20 év után is ezek a kép sorok egyszerűen valahol bennem maradtak. Hát az szép szám is, meg az nagyon menő szám is volt jó ideig. Meg megható volt az a hölgy is, aki az anyádat. Az most az egy másik, amit csináltunk egy fölvételt, az a Kicsifehér Meszelt Szoba. Ja, Kicsifehér Meszelt Szoba volt egy idős néni, akinek lett ott énekelve, az a Nandinak egy szomszédasszonya volt. Mm-hmm. Az egy autentikus kis fehérházikó volt tényleg, amivel itt felvételezve, meg az a nénike is mindenféle smink nélkül beillett a hatjába képbe. Az, ott, te arra számra gondoltál valószínűleg? Arra számra gondoltam. De azt is különben énekeltük azt, hogy az én anyám nincs ilyen rá. Csak az, arra én nem tudom, ott, arra nem emlékszem, hogy ott ami volt. Hát át kellene nézni ezeket a videókat. Erre emlékszik, hogy erre kicsi fején veszel a szobára, de... Én ragyog, s ő érzi, hogy én
nagyon-nagyon régen. Mi boldogtalan szerelmes vagyok, az én anyámon nincsen semmi ékszer. A könny a gyémánt, mely szemén ragyog, s ő érzi, hogy én nagyon-nagyon régen. Mi boldogtalan szerelmes vagyok. S az élen faj csendesen megsirat. Az én anyámnak, hogyha szárnya volna, lehozna nékem minden csillagot. Az én anyám egy megtestesült jóság, s én hozzá néha mégis az vagyok. Én anyámnak, hogyha szárnya volna, lehozna nékem minden csillagot. Az én anyám egy megtestesült jóság, s én hozzá néha mégis ott vagyok. Sokára lejár itt a műsor ideje,
még a batterinak is itt vége, látom a gépben. De ez azért jó, hogy ennek a műsornak nincs vége, és ennek a sztorinak nincs vége, úgyhogy ennek az adásnak majd egyszer lesz egy folytatása is, de remélem, hogy nem kell újból 20 ilyet várni arról, hogy remélem. Kicsi fehér meszelt szoba. Igen. Kicsi fehér meszelt szoba, balonfüggő Mária gép. A sarokban egy asztalnál, halvány bényű gyertyai. Mellette egy lány és legény, a szemükben vágy és remény, a szívükben szeretet. Tulipános ládán ülve terhezgetnek csendesen. Mellette egy lány és legény, a szemükben vágy és remény, a szívükben szeretet. Tulipános ládán ülve terhezgetnek csend. A kemence szegletében vén a nyúlva kuborod, olvasóan a kezében, de az ajka nem mozog. Az ifjakat nézi, nézi, a múltat meg felidézi, könny szökik a szemében, az csak a jó Isten tudja, hogy mi jutott az eszébe. A lépjakat nézi, nézi, a múltat meg felidézi, könny szökik a szemében, az csak a jó Isten tudja, hogy mi jutott az eszébe. Kicsi, fehér, meszelt szoba. Igen. És akkor erre lehet innyit, mert te említetted a pálinkát. Hát milyen az a ház, ahol meg se kínálnak pálinkával? Akkor milyen ez a pálinka? Ez körte. Körte pálinka. Körte. Te csináltad? Nem, ezt a komám. Komám. Csinálta. Isten, 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 Marika. Isten, Isten. Szent a másik komám, ez a Hullol Dezsőmi a Katicának a... Az operatőr. Kamerón. És akkor velek is. Ő el nem bírunk sajnos kocintani, mert vezet, de úgy mintha kocintatunk volna. Jó. És ez a kocintás után, meg ez a pálinka után, hát ilyen pörgős hetes fogadszámok következhetnek. Nem tudom most melyiket játsszuk. A Temerinit, vagy azt, amit a Dundyezki kastélyban felültetett. Én rád bízom valami csárdást, valamit a végére esetleg, vagy frissest. Van egy frissest. Valamit, és akkor... És akkor jó lesz, még egyszer, akkor még egyszer, Isten, Isten.
És akkor remélem tényleg, hogy nem ilyen ritkán fogunk találkozni. Nagyon finom ez a körte pálinka. Hát... De tényleg jó pálinka. Hát a komát csinálta. Hát jó, azért mondom, hogy a komámnak jó pálinkája. Hetes fogad. Hölgyeim és uraim, madame and monsieur, a korongon, a porondon, a videón, a szallagon, Béla, Tibi, Nándor, Dragán, Bonda és Gyuszi. Következzék a csodálatos hetes fogad és autentikus, lakodalmas zenéjük. Kék a buza, virág szép, az egész világ vigor a szemedben néz. Égő piros a szád, égő lesz az ország, mikor a kezedhez ér. Hogyha ölelem karcsú derekadat, mindig azt hiszem, csak úgy állottalak. Kék a buza, virág szép, az egész világ mikor a szemedben néz. Hogyha ölelem karcsú derekadat, mindig azt hiszem, csak úgy állottalak. Kék a buza, virág szép, az egész világ mikor a szemedben néz. Édes gyöngyvirágom, én már alig várom, hogy az enyém lehess vég. Meg az anyádnak, meg az apádnak, nem várunk mi az új évre. Hogyha jön a nyár, nyílik a sok rózsa, újra így leszek, s viszlek a karomba. Édes gyöngyvirágom, én már alig várom, hogy az enyém lehess végre. Hogyha jön a nyár, nyílik a sok rózsa, újra így leszek, s viszlek a karomba. Édes gyöngyvirágom, én már alig várom, hogy az enyém lehess végre. Bementem a patikába, szombat este fél nyolc után titokulva. Megkértem a patikust, hogy fesse ki a két orcámat pirosra. Olyan huncut kenceficét keverjen, aki rám néz, lélegezni sem erjen. Minden legény egyenes, a harmadnapos hideglelés kileljen. Olyan huncut kenceficét keverjen, aki rám néz, lélegezni sem erjen. Minden legény egyenes, a harmadnapos hideglelés kileljen. Bementem a patikába, azon múlt a másnap este vasárnap. Megmondtam a patikusnak, tartsa meg a kenceficét magának. Valami nagy hiba van a receptben, valószínű visszafelé keverte. Engem rázt a hideglelés, ha egy kislány belenéz a szemembe. Valami nagy hiba van a receptben, valószínű visszafelé keverte. Engem rázt a hideglelés, ha egy kislány belenéz a szemembe. Egyszer házasodtam, kétszer házasodtam hiába. Jaj, de rossz asszonyra, jaj, de rossz asszonyra találtam. Egész héten be nem állhat a szája, ugat, mint a Hétvár megye kutyája. Szitarost a kéreg, majd megesz a méreg hiába. Egész héten be nem állhat a szája, ugat, mint a Hétvár megye kutyája. Szitarost a kéreg, majd megesz a méreg hiába. Szitarosta kéreg, majd megesz a méreg hiába. Este későn jön haza a kocsmából, te meg asszony kifelé a szobából. Szitarosta kéreg, majd megesz a méreg hiába. Részek fejjel a lányokhoz járni, de minél jobban részegesen járok,
annál jobban szeretnek a lányok. Mennél jobban részegesen jár, annál jobban szeretnek a lányok. Kis Júliska a féket őt várja, ballábával a bölcsőt ringatja. Aludj, aludj, szívem, szerelem virágom, csupa szerelemből jöttél a világra. Aludj, aludj, szívem, szerelem virágom, csupa szerelemből jöttél a világra. Megjöttek a Szent Tamási becsárok, jó reggel kívánok, megjöttek a Szent Tamási becsárok, jöttek, mentek, győztek, sok kislányt megfőztek, jó reggel kívánok, megjöttek a Szent Tamási becsárok, jöttek, mentek, győztek, sok kislányt megfőztek, jó reggel kívánok. Megjöttek a Szent Tamási becsárok, jó estét kívánok, elmentek a Szent Tamási becsárok, jó estét kívánok, elmentek a Szent Tamási becsárok, jöttek, mentek, láttak, sejem ágyba háltak, jó estét kívánok, elmentek a Szent Tamási becsárok, jöttek, mentek, láttak, sejem ágyba háltak. Elmentek a Szent Tamási becsárok. Még azt mondják, nincs Szegeden boszorkány, pedig annyi, mint a réten a fűszál. Engemet is megrontott egy boszorkány, még pedig egy kökény szemű barna lány. Engemet is megrontott egy boszorkány, még pedig egy kökény szemű barna lány. Vigyázz, pajtás, jól vigyázz a szívedre, hogy ne menjél a boszorkány szigetre, mert oda jár a Szeged irány valahány. Ott ragad rád a boszorkány tudomány, oda jár a Szeged irány.